Szeretettel köszöntök mindenkit a Kulturális Központ újabb, immár negyedik előadásán. És ma három alapfogalmat szeretnék kibontani, ami a zen gyakorlatnak sajátja. Az első a nagy kérdés, a második a nagy hit, és a harmadik a nagy bátorság. És hát az első az, amivel nem szoktunk általában kezdeni. Kis kérdésekkel szoktunk kezdeni, és csak akkor teszünk föl nagyon nagy kérdéseket, hogyha igazából válság van. És a társadalom is erre kondicionál minket. Arra vagyunk tanítva, arra vagyunk szoktatva, hogy kis kérdéseket tudjunk nagy kérdéseknek, és amikor valójában nagy kérdéssel szembesülsz, akkor ahhoz nem vagy hozzászokva. Melyek a kis kérdések? Kis kérdések olyan birodalomba tartoznak, hogy mit vásárlunk, mit szeretünk, mit nem szeretünk, kivel vagyunk, kivel nem vagyunk. A társadalomnak egy olyasféle komfortzónájába tartozó kérdések, amelyek alapvetően nem alakítják át az önképedet és a társadalomról vagy a világról alkotott képedet. Amikor felteszel nagyobb kérdéseket, hogy mi a tudat, mi a test, mi a kettőnek a kapcsolata, miért születünk meg, miért halunk meg, mi a boldogság, mi a szenvedés. Hogyha ilyesféle mély az életre és halálra és a létünk természetére mutató kérdéseket teszel fel, akkor általában a rendszer vagy sematikus és sablonos válaszokat ad, vagy pedig beleremeg, és megpróbálja vagy elfojtani, vagy félreállítani, elhanyagolni azt a kérdést vagy kérdezőt, akiktől az ilyen impulzusok jönnek. Szokratész nagyon jó példa erre, mert ő is azt tanította, hogy az emberek értsék meg, tapasztalják meg igazi önmagukat. És valahogy az akkori kor legmegvilágosodottabb társadalma, relatíve, ugye a görögök, ők se reagáltak rá jól. Ezt Szokratész halála mutatja főleg. De nem szoktunk kérdezni, nem erre vagyunk szoktatva. Vagy ha kérdezel, milyen kérdést teszel fel? Mire vonatkozik, és pontosan mit akarsz vele? Meddig megy a kérdésed? Csak a következő szupermarketig, vagy a tévécsatornáig, vagy az országhatárig, vagy a kontinens határig, hol áll meg a kérdés? És azokra a kérdésekre, amiket még akár gyerekként fölteszünk, és az életen és halálon esetleg túlmutat, azokra a legtöbbünk nem tud rendesen válaszolni, talán azért, mert sohasem hallotta és sohasem tapasztalta az adott nagy kérdésre a választ. És ez az, ami az élet minőségét lefokozza. Ugyanis a kérdés kinyit, a kérdés kapukat nyit ki, és pontosan ezeket a nyitásokat nem szeretik azok, akik téged vagy bizonyos embercsoportot keretek között akarnak tartani. Tehát a kérdés kinyit, új horizontokat nyit belül is és kívül is. És a kijelentések, definíciók, deklarációk, ortodox, egyéb ugye, gondolatok, ezek lezárnak. Mert definiálnak, beszorítanak, megmondják, hogy te ki vagy és miért létezel, megmondják, hogy pontosan mi ez a világ és ez miért van így, és nem hagynak tapasztalni. És ahhoz, hogy tapasztalj, az először fel kell tenned egy olyan kérdést, ami a tiéd. És ez általában az embereknek válsághelyzetben szokott megnyílni. Felteszi a kérdést, hogy miért? És ez még nem is a legmélyrehatóbb és nem a legjobb kérdés, hiszen ha megnézed az okozatiság egymásba kapcsolódását, a legtöbb miértre egy körkörös kérdés a válasz. Miért születünk meg? Mert korábban meghaltunk, miért halunk meg, mert korábban megszülettünk. És ezt szépen lehet fokozni különböző módokon, különböző ugye, fókuszállásban. De igazából a miért az nem egy abszolút értékű, hanem inkább egy ilyen relatív körben forgó ugye, mozdulat. De amikor magára a lényegre kérdezel rá, akkor az úgy szól, hogy mi ez, mi vagyok. Mi az, ami bennem megszületik és meghal? Mi az, ami bennem lát, hal, szagol, tapint, ízlel és gondolkodik?
Mi az? Tehát mi ez? És ez is sajátosság a zenben, hogy kérdéssel kell kezdened, hogy saját tapasztalathoz juss. De az, amivel foglalkozol, az a tiéd legyen, belőled jöjjön, és a te munkád eredménye legyen. És hogyha ez megvan, akkor a második tétel jön be, ez a nagy hit. És azért tudsz benne hinni, mert tapasztaltál. Nem mástól kaptad, nem más beszélt rá, nem valahol olvastad, és csak a racionális agyad, vagy kicsit az érzelmeid döntöttek, hanem mély tapasztalatból származik. És ennek a tapasztalásnak az átültetett a mindennapokban megnyilvánuló magatartás, ez a nagy hit, ami nem tévesztendő össze a fanatizmussal, fundamentalizmussal, vaksággal, ilyenekkel, csak abban hiszel, amit tapasztaltál. És ha mélyen megtapasztalod önmagad, abban lehet hinni, sőt, lehet használni is. Hát ezt a tükörszerű tiszta tudatot használod arra, hogy lásd, hogy az ég kék, a fű zöld, a beton szürke, a padló barna. És ez az a hit, ami nem vallásos jellegű hit, mert nem egy ismeretlen valamiben hiszel, hanem egy transzcendens tapasztalatban élsz. És azért hit, mert egy olyasféle nem névhez és nem formához kötött tapasztalat az alapja, aminek nincsen érzékszervi közvetlen megfelelése. Ezért nem fogja tudományosan bizonyítani senki semmikor, ezért nem fogja a pszichológus megmagyarázni, hogy miért vagy olyan, amilyen, és ezért nem fogja semmiféle filozófia és vallás ortodox tanok és definíciók közé szorítani, mert nem lehet. Mert ez az, ami lát, ez az, ami hall, tapasztal, és ez az, ami benned megszületik és meghal, illetve a test születésekor és halálakor ugye jön és megy. Eredetileg ez az, ami nem mozdul, eredetileg ez az, ami nem keletkezik és nem múlik el, ami egyszerű és tiszta, de a test születésekor és halálakor jövőnek és menőnek tapasztaljuk, pusztán azért, mert kötődünk a testhez. És hogyha ezeket a nagy kérdéseket egy nagy kérdéssé desztillálod le, ez úgy működik, mint a legfinomabb gyémánt hegyű fúró, ami a karmádnak összes rétegét átfúrja, és az élő vizet, önvaló tiszta tapasztalatát, a világ lényegének tiszta tapasztalatát számodra valóságossá teszi. Ezt hívjuk felébredésnek, rengeteg más neve is van, azt azért nem hozom most ide, mert nem szükséges. De abból az álomból, amibe ugye belekényszerítene a világ és kondicionálna arra, hogy ebben az álomvilágban élj, ebből az álomvilágból a kiszabadulás, az a felébredés mozdulatával vagy történésével illusztrálható a legjobban. Minden, ami benned jó és rossz, minden, ami benned dualisztikus, minden, ami számodra egy idő után teher, az ezzel a felébredéssel levethető, elkönnyíthető, és az illuzórikus természete kimutatható és megtapasztalható. Beszéltünk a zenkörről korábban, nagyon fontos, hogy tényleg jusson el az ember a 180 fokig teljes felébredettség állapotáig, mert onnan változtathat magán, onnan változtathat a karmáján. Az egy stabil pont, amitől az egész lehetségessé válik. És ahhoz, hogy ez a karmikus tisztulás és változás végbe mehessen, ahhoz kell a harmadik, a nagy bátorság. Mert minden nap szemben ülni magaddal, és minden pillanatban látni azt a tudatot, amelyik éppen működik benned, az nagyon sokszor nem kellemes. Ezért szoktam mondani, hogy aki azt gondolja, hogy a zen az egy boldogság tanfolyam, az nagyon gyorsan menjen máshova, ahol tablettában, folyadékban, vagy egyéb könnyen fogyasztható módon ezt adagolják. A boldogság az lett egy melléktermék, és hogyha helyesen gyakorolsz, akkor nagyon valószínű, hogy ez a melléktermék be fog jönni az életedbe, de ez akkor is tünékeny, és nem lehet rá alapozni. Meg lehet tapasztalni, másoknak
lehet ebből adni, hogyha a tiéd is. De nem az a cél, hogy a boldogságnál megálljunk. Az a cél, hogy azt érjük el, ahonnan a boldogság és szomorúság jön. És azt a pillanatot éljük meg a maga teljességében, ami nekünk itt és most van, mert másunk sincs. És azért kell a nagy bátorság, hogy az illúziók tengerén merj átvágni, és nem mondd azt, hogy nekem ez itt most így elég, és ebben a kuckóban én úgy meglennék, mert ez nekem már úgy menedéknek tűnik, és úgy nagyjából elegem van. Elegem van a karmám látásából, elegem van a világ látásából, elegem van abból, hogy ugyanúgy látom a dolgokat, ahogy vannak, de belül valahol nem bírom. És azért nem bírom, mert nem ezt vártam. Nem ezt vártam a születésemkor, nem ezt vártam a neveltetésemkor, nem ezt vártam akkor, amikor a legmagasabb felé törtem. De valahol a realitás tudata az letarolt minden egyéb ideált, mert azt tanultuk és azt tapasztaltuk, hogy az ideálokat, az illúziókat az ember elveszíti, az utat viszont nem. És azért tanítom ezt így, és mondom ezt így, mert ez az utoljáró tapasztalatához tartozik, és ezáltal nősz föl, és ezért hívják Vanszem Bosszát, az együttérzés bodhiszattváját, nagy szeretet és nagy szomorúság bodhiszattvájának. Koreo Deja Devi, nagy szeretet és nagy szomorúság, amit együttérzésnek is szoktak fordítani, de a szomorúság, mint az út velejárója, az nagyon sokszor elkíséri az úton járót, és ezt azért muszáj mondani, hogy később nehogy difi támadjon, és azt mondja, hogy hát én nem ilyen lovat akartam a gyakorlásban, én azt akarom, hogy boldog legyek, happy legyek, toppon legyek, tehát stb. És ez nem mindig van így. Amikor már keresztül vágtál saját vágyálmaidon, ideáljaidon és egyebben, és tényleg a nagy bátorsággal feldolgoztat karmád nagy részét, akkor eljutsz egy olyan stabil, világos állapothoz, amikor az öncsalás már nagyon nagy rész nem következik be, tehát a világ sem fog annyira megcsalni. És innentől kezdve lehet egy teljesen más típusú boldogságról beszélni, mint amit azelőtt az ember akart. És talán pont azért, mert az énről alkotott fogalma teljesen megváltozott, magyarul realizálta az én illuzórikus voltát. És ez már beletartozik a tapasztalatba, ami a nagy kérdésből következik, és mindenképpen a hitnek az alapja. Tehát nem lehet az egoitás szilárdságába vetett hittel szellemi úton járni. Ezt itt és most aláírom, jegyzem, három példány, be van küldve a banba. Tehát ha bármiféle szellemi útról beszélünk, akkor nem csak a jelenségek illuzórikusságát és ügyességét nézzük, hanem annak az énnek az illuzórikusságát is, amelyik annyira ragaszkodik a saját berögződöttségeihez, és annyira mohón keresi a kielégülést vagy bosszút, ugye nem kíván törlendő adott pillanatban. Úgyhogy a nagy kérdésre nagyon komoly válaszok és tapasztalatok születnek, amelyekből hit lesz, és ez a tiéd. Ezt senki nem veheti el. Ez a hit nem fundamentalista, fanatikus és egyéb ilyen nagyon terméketlen vagy romboló jelzőkkel illethető dolog. Ez egy sokkal könnyebb valami, de mégis sokkal jobban tart, és sokkal inkább a tiéd, mint egy kívülről elfogadott normarendszer, amit te átláthatatlanul, ellenőrizetlenül és a tapasztalat hiányában ugye mondanál a magadénak és hangoztatnál, csak azért, mert egy pillanatban úgy döntöttél, hogy ez így jó neked. És utána, hogyha ez a hit letisztul és a bátorság ugye komponensével párosul, akkor keresztül tudod magad rágni a karmád tengerén. És hogyha ezt megteszed, akkor ezzel már rengeteget tettél magad és a mások szenvedésen csökkentéséért. A felébredést nem pótolja semmi. A közvetlen tapasztalatot nem pótolja semmi. Azt az erőfeszítést, amit önmagad erejéből teszel, nem pótolja semmi. És paradox módon, amikor erre te belül hajlandó vagy, mert úgy érzed, hogy nincs más utad, akkor a világ is mellé szegődik, és el kell segíteni. De amíg ezt nem vállalod el, addig nem. Tehát minél jobban próbálsz a világra támaszkodni, és abból energiát nyerni, annál fáradtabb vagy, és annál inkább kicsúszik alólad a talaj.
és miért azt mondod, hogy képes vagyok a szellemi önállóság elérésére, képes vagyok az utonjárásra, képes vagyok a kérdések munkával, tapasztalattal történő megválaszolására, onnantól kezdve egy más utat jársz, mint azok, akik a függést választják. Az, amiben most élünk, nem csak egy materiális társadalom, hanem egy addiktív társadalom. Tehát arra kondicionál, hogy függővé tegyen. Néha legálisan elfogadott dolgoktól legyél te függő, vagy eltűri azt is, hogy illegális dolgoktól legyél függő. Persze azt a felszínen megbünteti, de a társadalom struktúrájában és működésében maximálisan eltűri, és nem hajlandó felszámolni. Az a legérdekesebb, hogy a materiális társadalmat megelőzően is voltak olyan anyagok, amelyekkel ugye, különböző utazásokat, belátásokat, testen kívüli érzékfeletti tapasztalatokat óhajtottak szerezni. Ezek a társadalmak nem addiktív társadalmak voltak, és ezeket az anyagokat, amiket használtak, ezeket úgy tudták a kultúrába illeszteni, hogy ez nem valami helyett jelent meg, mint a boldogság forrása. És a spirituális vagy szellemi belátás útján is eszköz volt és nem cél. Mihelyt azonban az úgynevezett modern társadalom megjelent, ezekből a szerekből, anyagokból és ezek nyomán gyártott ugye, különböző szubstanciákból egy nagyon komoly addiktív viselkedés alakult ki. És pontosan az addikció az, ami elködösíti a tudatot, legyél te függő a tévéadástól vagy a dizájnertroktól, teljesen mindegy, és ebben a függő állapotban elködösült tudattal nem lehet kérdéseket föltenni, mert meg se tudod fogalmazni. A képesség vész el, a tudat ébersége, világossága vész el. És már nem az a kérdés, hogy miért élek, hanem hogy a következő jointot hogy szerzem meg. És ez egy két különböző típusú kérdés, nagyon. Tehát nem azzal a szerrel van a baj, amely a világ legális és illegális részében jelen van, nem azzal a tudattal, amelyik az addiktív módon, a függést ugye megsokszorozó módon használja föl, és gyakorlatilag azért, hogy elfelejtse önmagát, elfelejtse a kérdéseit, és valahol a szenvedéstől egy nagyon rövid úton, egy shortcuttal, egy átvágással szabaduljon meg. Mert így csak elmélyíti. Tehát azért kell tiszta tudattal élni, hogy a saját kérdéseidre megadhassd a választ a tapasztalatoddal, és a bátorságot pedig ugye, a karmádnak a ledolgozására használt, és nem másra. Van-e bárkinek kérdése? Bármi. Mondd. Nekem az volna a kérdésem, hogyha magunknak felteszünk kérdéseket, akkor, amikor választ is keresünk rá, abban a helyzetben mire számítsunk, vagy hogy konkrét legyek, hogy igazából úgy érzem, hogy amikor nagy kérdésekről gondolkodom, akkor mindig úgy látom, hogy a válasz az nem fekete vagy fehér, hanem elég sokrétű, és nagy-nagy árnyalást igényel. Tehát én egy kicsit attól tartok, hogy amikor megválaszolom azt a kérdést, hogy azt a hibát követem el, hogy leegyszerűsítem a dolgokat, holott ugye a világ, és bármilyen világrendet képzelünk el, az bonyolultá nyúl fel. És talán a mostani társadalmaknak az a legnagyobb hibája, hogy hát persze nincs idő az embernek gondolkodni, de hogyha leül gondolkodni, akkor is inkább csak egy pillanatra ül le gondolkodni, és ezáltal egyszerűsíti a dolgokat. Látod, hogy a térképen merre megy a kérdés? Nagyon cikcakos a történet. Ha egy bonyolult társadalmat le akarsz egyszerűsíteni, akkor azt hogy csinálod? Magadon kell kezdeni, így van? Tehát itt gondolatok kapcsolódnak egymásba, körülbelül úgy, ahogy a reklámspotok következnek egymás után a televízióban. És ez nem rólad szól, ez arról a tudatformáról szól, amely mindannyiunkat kondicionál.
A nagy kérdésekre, jól látod, nem fekete vagy fehér válasz érkezik, és ezért nagy a kérdés, mert meghaladja a dualizmus világát. Az árnyalásra pedig azért szokott szükség lenni, hogy valahogy kimaszkírozzuk az egészet, és így szépen szeletbe lehessen fogyasztani, mert ha egyben van, akkor agyonnyom. És ezt nem szeretjük. Pedig az agyonnyomásból, amikor megkapsz egy választ egy nagy kérdésre, az következik, hogy muszáj szemléletet váltani. A nagy kérdésre nagy válasz érkezik, amely átformáló erővel hat rád. De nem szeretjük. Mi szeretjük az énünk illúzióját annyira, hogy ragaszkodjunk hozzá. És ekkor történik az, hogy megpróbáljuk árnyalni, felszeletelni szépen, hogy majd, hogyha falatonként fogyasztjuk, akkor majd esetleg nem fekszi meg a gyomrunkat, vagy nem alakítja át az emésztőrendszer. Azzal kell szembenézni, hogyha szembenézel önmagaddal, akkor különbözöl azoktól, akik nem néznek szembe önmagukkal. Ez már egy árnyalhatatlan tény. Pont ebből fakad az együttérzés és bölcsesség minősége, és ettől az odafordulás és a segítség eredeti lesz, és nem egy ítéletalkotó magatartás, vagy egy hamis elitizmus lesz az eredménye. Mindegyik megvan. Tehát mindegyiket láthatod. Úgyhogy nagy kérdés, nagy válasz, nagy feladat, és néha nagyon nagy fejfájás. És éppen ezért van tant ilyen meditáció, hogy ne a fejed fájjon, hanem az energiád nőjön. Tehát ha a kérdés tényleg nagy kérdés, az túlvezet a gondolkodáson. Ha igazán nagy kérdés, túlvezet életen és halálon. És hogyha már egyszer megtapasztaltad a súlytalanságot, most földi gravitációs értelemben, nem szellemi értelemben, akkor már többet te úgy nem fogsz a földre visszanézni, mint annak előtte. Mert megvan a tapasztalat, a függetlenség, szabadság tapasztalata. Tehát a nagy kérdés az mindenképpen elvezet oda, hogy mi ez, mi vagyok, mi ez a világ. Hogy működik, ez meg következő. És előzetesen nem lehet bekalibrálni, hogy mi történik veled utána. Ez a tudatnak egy olyan biztonságkereső funkciója, amely mindenképpen tévedni fog. Mindenképpen határos. Ha gyakorlod ezt a kérdést, meg tudod tapasztalni a végtelen tér és végtelen idő állapotát. Itt a definíciók és az előzetes ugye, elvárások teljesen porba hullanak és eltűnnek. Tehát a nagy hit az ahhoz is kell, hogy ugye megtapasztalja az ember és elbírja azt a tapasztalatot, ami a nagy kérdés műveléséből származik. És ez nem naivitás, ez egy elővételezett bizalom. És ez a bizalom ez talán azoknak a hagyományvonalaknak, tanítóknak és tanítványi közösségeknek szólhat, ahol ez az élő tudás vagy élő gyakorlat, ez működik. És nem, hogy nem borítja fel a mindennapi életet, hanem még hatékonyabbá és jobbá is teszi. Tehát te nem leszel a világtól elvonult antiszociális remete attól, hogy még kérdéseket teszel fel. Más leszel. És ez a fajta szellemi másság, az, hogy mélyebben és tisztábban látsz, ez kellő együttérzéssel alkalmazva segít mindennek és mindenkinek. Jó? Más kérdés? Annyira szinkronba vagytok, hogy most csak a hölgyek jogán mondom, hogy Anna Mária először. Igen? Az álmokról szeretnék kérdezni, hogyha álmodunk olyan emberekkel, akik mondjuk már nem élnek, de ismertük őket, akkor mi az, ami találkozik? Mert azt nem tettem, nem kérdeztem, hogy ki, mert nyilván az már nem ki. De mi az, ami találkozik ilyenkor egy álomba? Az ő testen kívüli tudata, meg a te álmodó tudatod, ezek találkoznak. B esetben a róla alkotott kép és a te éberséggel találkozik. Lehet-e kényszeríteni egy álmot, amikor valaki szeretne egy elhúnyt személlyel álmodni, de nem tud álmodni? Mi az akadályozó, ami miatt történik? Ebből már különböző iparágak születtek ebből a kérdésből, most nem olyan típusú választ szeretnénk adni. Az első és legfontosabb válasz az, hogy rá kell ébredni arra, hogy ez az ember elment. És akármit csinálsz, akárhogy álmodsz vele, akkor is elment. És ha az ember mélyebben belemegy az okozatiságba, akkor azt is tapasztalja, hogy nem szabad ragaszkodni sem az emlékéhez, sem a lényéhez, semmihez, mert ezzel a valós továbbmenetelét ugye akadályozod meg.
Hozzám jött olyan tanítvány, aki mondom ezekben az egyéb iparágakban volt érdekelt, és azt mondta, hogy egy nagyon sikeres szellemidézést hajtottak egyszer végre, ahol valóban megjelent nagyapa, és mivel ezt így rendszeresen végrehajtották, mert nagyapát nagyon szerették, ezért nagyapa üzenetet küldött a médiumon keresztül, hogy azon nyomban hagyják ezt abba, és engedjék el menni, mert ő már nagyon utálja azt, hogy állandóan ráncigálják jobbra-balra ezekkel a különböző praktikákkal, és ő szeretne tovább menni. És a lényegest úgyse tudja elmondani, most menne tovább. És azt mondta, hogy hagyják abba. Szevasz. És ez valahol rezonál azzal, amit korábban mondanak, hogyha valaki nem gyakorolt, nagyon nagy szertartás kell neki, ha valaki pedig komolyan gyakorolta a meditációt és elérte azt a tiszta tudatot, amivel egy pillanat alatt a megfelelő helyre ment, akkor nem kell szertartás, mert ez a szertartás visszahúzná. És a legérdekesebb a zenmestereknél van. A zenmestereknél ilyen agromni, hatalmas, óriási szertartás van, de jóval a távozás után, 3 nap, 1 hét az azért elég hosszú idő, tehát nem rögtön a távozáskor kezdenek ott énekelni, stb. Ő már rég nincs ott, és ez pedig a követőkért van. Azért, hogy akik tanítványok voltak, az egy új egységtudattal menjenek tovább. De az igazi ilyen zen temetés az az, hogy látják, hogy távozott, megütik a csuppit 3-szor, leborulnak 3-szor a Buddha előtt, úgyhogy a test ott van a térben. Na, megint 3-szor megütik a csuppit, ez a meditáció jelzésére használatos eszköz, meghajolnak, és vége. Ez azt jelenti, alfa és omega, kezdet és vég, itt és most, viszlát. Befejezte az életi meditációját, megy tovább egy újabb meditatív állapotba. Ami neki, a mesteri fokon megvilágosodottnak, már nem kényszer, hanem lehetőség, mert még ebben a testben elérte a születés és halál kényszer küszöbének a meghaladását. Magyarul nem kényszerből a saját karmája által lefele húzva születik újra zuhanó repülésben, hanem pontosan, célzottan, azon a helyen, abban az időben, oly módon, hogy a szellemi hatását kifejthesse. Nagyon kevés ilyen van. De látható, hogy ki az, aki csak aktiválja a karmáját, ki az, aki jó szellemben felhasználja, de még nem szabadult meg tőle, és ki az, akit vág jobbra-balra, mint a villamos. Nézd meg, éberssége, tudati tisztasága függvényében tud az ember szabadnak lenni, és itt nem a látszat szabadságokra gondolok. Tehát az, hogy az álomban mit csinálsz, az másodrendű ahhoz képest, hogy az álomból ébredj fel. Az, hogy tudatokkal találkozol, az másodrendű ahhoz képest, hogy azokat a tudatokat szabadítsuk meg. A találkozáskor is, ha ilyen előfordul, akkor mondjunk neki valami olyan mantrát, amitől ő boldogan megy tovább. És nem kéne szóval tartani, vagy bármiféle mentális kötelékkel ott tartani, sem pozitív, sem negatív érzésekkel. Mert ha ez megvalósul, akkor egyszerűen késik. Késik, és ez a késés ez nem olyan, hogy ja Istenem, most nem 7:30-ra értem ide, hanem 19:43 és félre, hanem elkezd rajta uralkodni a saját káprázata, mert nem tudott a fény felé előre menni. Nem tudta az útját követni, mert valaki vagy valami megkötötte. Úgyhogy itt a Földön természetesen van helye a gyásznak, és van helye a halottak ugye, megsiratásának, de ez már nagy rész nekünk szól embereknek, és nem annyira nekik. Utolsó még annyit, hogy a halotti szertartáshoz kellő szellemi áthatással van végrehajtva, az tényleg segíti az eltávozottat az útján. Tegnap volt éppen egy ilyen nálunk, és mi ezeket rendszeresen tesszük, ezeket a szertartásokat. De csak akkor és úgy, hogy ez az adott tudatot segítse. És nem táplálunk olyan érzelmeket, vagy olyan képzeteket a szertartással, amelyek megkötnék az illetőt. Ez nagyon fontos. Tehát segítsd a tudatot a megszabadulás felé, a köztes lét mind a 4 állapotában.
úgy is, hogy testben vagy, tehát élsz, úgy is, hogy nem vagy testben, tehát az úgynevezett halál állapotában vagy. A születés rövid átmenetében és a haldoklás, illetve meghalás rövid átmenetében is. Ez a négy köztes létbeli állapot. És itt bármikor lehet szabadító üzenetet, szabadító mozdulatot tenni a veled kapcsolatos tudatoknak, akikkel karmád van. Csak ahhoz belül bizonyos szilárdságot, letisztultságot el kell érni, hogy ez lehetséges jövő. Ez így megválaszolja a kérdést? Én a gyakorlással kapcsolatban szeretnék kérdezni. Ugye a nagy kérdés, a nagy hit és a nagy bátorság, ezek úgy érzem teljesen elválaszthatatlanok, viszont aki elindul ebbe az irányba, így külső szemlélőként nekem az a benyomásom, hogy mivel szembe megy a konvenciókkal, ezért egy nagyon erős egóra van szüksége. Tehát paradox módon az egó meghaladásának az eszköze egy nagyon erős egó kell, hogy legyen. Ez a kezdetben így van. Itt el nincs kérdés, tehát itt nincs kérdés. Menjünk a másik, tehát ahhoz, hogy így elindulj, az egy nagyon erős kezdésre van szükség. A Buddha saját királyi, hercegi egóját vitte be a gyakorlatba a legelején. Nem volt neki semmi se jó. Aztán a saját aszkézise meggyőzte, hogy mi a történet, mi a középút és a többi. Tehát nem szabad az én képzetétől félni. Jaj, nekem nagy az egóm, szeleteljük már föl egy kicsit. Szeletbe jobb, egybe nem. Tehát kis egó, nagy egó, úgy látom, hogy létezik, úgy látom, hogy nem, ezért tegyük félre az egészet. Tegyük. Ha az energiához az énség érzete párosul, akkor úgy érzed, hogy ha erős vagy, akkor nagy az egoitásod is, és ezt vissza is igazolja a külvilág. De hogyha az énség képzetétől megszabadítod az energiát, akkor az nagyon tiszta lesz. Tehát nem a dobozzal van a baj, a tartalommal. Úgyhogy kezdetben természetesen lehet, hogy hatalmas nagynak látszó én indítja el ezt a dolgot, de hogyha jó felé megy, akkor pillanatokat leég róla. Ha meg nem, mert ilyen is van, a helytelen gyakorlatnak az az eredmény, ez az ego ez megszilárdul, sőt keményebb és vastagabb lesz, és lesz belőle egy vallás és viselkedésű borzalom. Ilyen is van, ilyet is látok, ugye? Tehát világos, hogy azzal kezdünk, ami a szenvedés. Világos, hogy azzal kezdünk, ami illuzórikus. Világos, hogy azzal kezdünk, ami ledolgozandó. És ez nem baj. Csak útközben mi történik veled. Még jobban megszilárdul, még több karma rakódik rá, mint a guánó, keményen, vastagon. Még intelligensebb, manipulatívabb és rosszindulatúbb lesz, mint korábban. Mert ilyen is van, és gyönyörűen maszkírozza kifelé, és transformálja, és stb. Stb. Mert pedig fogja magát, és alázattal és tisztelettel elismeri, hogy hát igen, azt hittem, hogy, de közben dehogy. Na az ilyen ember útját általában az illúzióvesztés és az ehhez kapcsolódó felszabadulás jelzi. Nem pedig az, hogy megszerez dolgokat, elér dolgokat, magáinak mond dolgokat, szellemi előmenetelről beszéljenek. Tehát ez az, amikor szinte biztos, hogy egyszer a faladja a másikat. És jó is, mert akkor legalább feleszmél. Tehát az, amikor tiszteletről, alázatról, lemondásról, realizációs praxisról így egyszerre beszélünk, akkor úgy tűnhet, hogy az a helyes irányba megy. Még ez sem biztos. De az utat azt onnan fedezzük föl legelsőnek, hogy az orrunkkal szántjuk, amikor elesünk rajta. És a haladás az néha úgy tűnik, hogy teljesen visszafele megy, mert ezt az illúziódat is elvesztetted, azt az illúziódat is elvesztetted, és akkor mi marad? Már a semmi sem marad, mert az egzisztenciális negatív illúziót is elvesztetted, a semmit. Na akkor mi van? Akkor lesz az égkék és a fűzöld, de nagyon. Akkor lesz a tea ízű, a krumpli pedig krumpli ízű, de nagyon, mert semmi zaj nincs, csak jel van. De
Tehát amikor az életed forlott, akkor a világgal egyé váltál, ahogy a csepp visszatér az óceánba, és az óceánnál válik. És nem kérdez többet, hogy hol van az én cseppségem, mert nincs csepp, ami kérdezzen, de ott van az óceán. Ez így jó? További kérdés? Bármilyen. Mondd. És hiszen én most nem tudom ezt hova tenni. Ugyan jó? Úgy kell bedobni a térbe? Mondjad. Hogy az állammal kapcsolatos, hogy történt velem nem egyszer. De ez beszél egyszer, hogy álmodtam valamit, és két hét múlva megtörtént. Uh-huh. Ez egy karmikus valami, hogy... Karmikus, de ezzel nem mondtunk semmit. Tehát a karmikust, hogyha lefordítom magyarra, akkor az, hogy ez tényleg okozatiság? Tényleg. Ez kb. Olyan, és ez nem a kérdésedet, hogy téged minősíti, ez kb. Olyan, mintha azt mondom, hogy nincsenek véletlenek. Valóban. Ha nem vélelmezek, akkor nincsenek vélelmek. Tehát akkor véletlenek sincsenek. De a lényeg az, hogy annyit tudj, hogy amikor a tudat álmodik, és úgy álmodik, hogy nincs a testben, akkor nincs lineáris idő sem, és ekkor megpillanthat olyan dolgokat, amelyek a lineáris időben később látszanak bekövetkezni. De a tanítás azt mondja, hogy a múlt, a jelen és a jövő az ebben a pillanatban egyesül. Csak ezt az érzékszervi lefedettségek miatt nem látjuk, és nagyjából a gondolkodás tűzfala az, ami miatt a linearitáson nem tudunk túlmenni. De hogy nekem nem egy ilyen érzésem, az nem kis, tehát el is mondtam valakinek ezt az álmomat, és úgy megtörtént két hét. Ha nem mondod, de akkor is megtörtént. Tehát gyakorlatilag, ha ez ennyire tiszta voltam, mennyire a kérdésedből következik, és nem bajlódtál a részletekkel. Ez jelzés. Tehát az van, hogy megtörtént a dolog, rákérdezze, hogy ez micsoda. Itt az történt, hogy a lineáris valóság bizonyult látszatértékűnek, és egy tudati belátás, ez pedig gyökeresebb valóságértékűnek. És akkor ez megtörtént valamikor. Nota bene, hogyha te azon dolgoztál volna, hogy ez ne történjen meg, akkor valószínűleg hatástalanítani is tudod, mert ez a valóság ugyanúgy tudat teremtett, mint az, amit álomnak mondunk. Csak az érzékszervekhez kötött képzeteket valóságnak mondjuk, az érzékszerv felettit, amit mondjuk alvás, vagy egyéb állapotban, az pedig álomnak. Pedig a tudatnak egy ugyanolyan tevékenysége. Amit én szerettem volna, hogy ez megtörténjen, tehát ez például egy olyan állapot. Akkor belül azt mondtad, hogy hajrá! És nem nyúltál hozzá. Hát gyakorlatilag tetted bele, toltad bele az energiát, hogy az történjen meg, meg mi is, hogy elmondtam. Ha kimondod, akkor a pozitív típusú dolgok mindig hamarabb megtörténnek, ha pedig a negatívakat mondod, azokat pedig nem tudod távolítani. Tehát attól, hogy kimondod, attól a negatív nem távolodik. Esetleg egy picit később, de van, amik ettől még közelebb jön. A reflexió egy picit el tudja tolni, de ha az okozat, a valós okozati viszonyokat nem változtattad meg, akkor a negatív is jön. Ugyanúgy energiát teszel bele úgy, hogyha félsz, mint a pozitív, ahogyha akarod. Ugyanaz. De ha ezt a tudati energiát nem vonod ki a képzetből, az nem tud nem megvalósulni. De hát lehet ezt változtatni? Na, erről szól a gyakorlat. Váltsuk, mert egyébként ezért van a második kérdésem. Hajrá! Ugye itt a bátorság, nagy bátorsággal kapcsolatban, hogy ugyanakkor tehát bátornak lenni nyilván nem mindig egyszerű, hiszen ott vannak a félelmek az emberben, és azt felismerni, hogy ez most egy olyan félelem, ami azért van, hogy az ember tegyen valamit ellene, vagy ez egy olyan félelem, hogy egy jelzésértékű, hogy nem kéne ezt úgy megközelíteni, és inkább távol tartani magát az embernek, szóval, hogy ez... Látod, hogy a kérdésed az honnan jön? Bizonytalanságból jön. És egy bizonytalanság eredetű kérdést, azt át kell alakítanunk, hogy bizonyosság legyen belőle. Benne vagy? Jó. Akkor honnan származik a félelem? A félelem akadályból származik. Ha nincs akadály a tudatban, nincs félelem sem. Ezt a meghaladó bölcsesség szíve szútra állítja, és hidd el nekem, ennyi pszichológiával a világot meg lehet váltani, a több az lehet, hogy kevesebb. Tehát ha van akadály, van félelem. Nincs akadály, nincs félelem. Meg kell nézni, hogy mely akadályból származik az adott félelemérzet, és ha azt az akadályt elmozdítottad, megszűnik a félelemérzés. És ez lehet külső vagy belső.
Eredetileg nincs ilyen, hogy külső vagy belső. Szerintem belső. Akkor belül kell keresni. Ha úgy érzed, hogy belső, akkor belül kell keresni. Ha külső, akkor meg kell mondani, állítsátok le az állomás szemétledobó mechanizmusát! És akkor nem jönnek a falak tovább felé. Emlékszünk? Ugye? Az a kis robot, hogy elforgatta. Na, szóval a lényeg az, hogy ha úgy tűnik látszólag, hogy belül van, akkor belül kell keresni. Ha látszólag kívül, akkor kívül. Tehát nem fogsz te önvizsgálatot tartani, amikor folyik a víz a fürdőszobában, hogy miért engedtem meg azt a csapot? Gyerekkoromban milyen trauma ért azért, hogy én állandóan teli fürdőkád vízben szeressek fürödni, és most pedig mi történt velem, és talán valamiféle tudatzavar ért, és ez alatt folyik a víz, mint az állat ki a fürdőszobában. Tehát akkor fogod meg, gyorsan berohansz és elzárod. Ez teljesen egyértelmű. De tudjuk, hogy nem erről beszélünk. Tudjuk azt, hogy olyasféle tudati diszpozíciókról, kondicionáltságról és egyebekről beszélünk, amelyek tartós szorongásban, stresszben és félelemben tarthatnak embereket, és ekkor, amikor érzed, hogy napokig izzadt a tenyered, és nyírkos homlokkal ébredsz, stb., és nem mersz az emberek szemébe nézni, nem mersz egyenesen menni, tehát ez hihetetlen dolgok vannak, és akkor fogod, és belül megszűnöm, hogy mi ez. És akkor a T-rex kinyitja a száját, és rád ordít. És ez már a tisztulás kezdete. Ez már a gyógyulás első mozdulata, hogy szembenézel a félelemmel. De nem szabad ilyen, hogy a vulgár pszichológiának előfizetni, hogy és akkor meg kell ölelni, ölelgesse a rosszat. Nem ölelgete? Hát féltem tőle. Most ezt miért óhajtsam egy mesterséges magatartással lefedni? Vont ki belőle az energiát. És a látással, a tükrözéssel, a leválasztódással, a nem azonosulással kivonod belőle az energiát. Ha közel mész és ölelgeted, vagy taszítgatod, ahhoz is közelség kell, hogy taszítsad. Figyeled? Távolról nem lehet taszítani. Csak közelről lehet ölelgetni, vagy taszítani. Na, ez a közelség adja az energiát neki. Minél inkább látod, minél tisztábban látod, ami a legnehezebb, ezek a bátorság, azt mondtam vele. Minél tisztábban látod, minél inkább nem azonosulsz vele, annál jobban ki tudod az energiát vonni belőle. Tehát nem ragaszkodó módon, ítéletalkotó módon, ellenőrző módon látom a problémát, és nem fogást keresek rajta, mert akkor ő is fogást talál rajtam. Ez a saját karmám, de úgy bele tudunk bonyolódni, hogy ihaj. Elmondok egy történetet, ami nekem egy régi cirkuszi élményem. Ez a cirkuszi élmény azért, én gyerek voltam, és ez feljött egyszer meditációban. És azért érdekes, mert a tudat ugye másképp viszonyul a korábbi tapasztalataihoz, így traumákat is meg lehet gyógyítani, de amikor valami gyönyörűt láttál, csak nem tudnád felhasználni, egy újabb szellemi nézőpontból az teljesen másnak tűnik, mint ami akkor volt, ahogy azt te x évesen átérted. Szerintem tudod, pesti általános iskolák így hordtak minket különböző helyekre, és hát a nagy cirkusz is abból egy szerződése van a művelődés ügye, és akkor viszik az alsó tagozatos. Ez valamikor egy alsó tagozatos osztály élmény volt. Bemegyünk a cirkuszba, röpködnek a légtornászok, rohangálnak a lovak, és egyszer csak egy szám az úgy indul, fogja magát, és bejön két törpe. Egy piros sapkás törpe és egy kék sapkás törpe, de már úgy jönnek be a művészbe erre, hogy össze vannak kapaszkodva, és így birkóznak. Ugye? Birkóznak. Mennek jobbra, mennek balra, előre, hátra, majdnem lekényszerít a padlóra, majdnem is így néznek az emberek, és így szurkolnak egyik ennek, másik annak. Hatalmas izgalom, hogy mi lesz ennek a vége, és ez így eltart egy olyan jó 5-6 percig is. Ezt hogy tudták végül is így kigondolni, aki vagy akik kigondolni, azt nem is tudom. Egyszer csak a harc az kicsikét alább hagy, a két törpe valahogy a poront közepére tuszkolja egymást, mozdulatlanság, és akkor felállt az artista a hídból. És akkor ledöbben mindenki. Na, a tudat erre igazából képes, tehát a dualitásaid mögött meghúzódó egy tudat, a félelmeid és reményeid legyártásának a helye, az ugyanaz.
és ezt meg tudod találni. És hogyha megtalálod azt a forrást, ahonnan a boldogságod és nyomorúságod egyként származik, ahonnan a félelmeid és a reményeid egyként származnak, és ezt a forrást te megtalálod, és tapasztalatban rögzíted, és nem hagyod, hogy a vélemények egyebek elfedjék, ez egy olyan biztonságot és menedéket ad, hogy az élet és halál nem robbant ki onnan. Tehát a félelmek akadályokból származnak, az akadályokat el tudod mozdítani, de meg kell nézni, meg kell látni, hogy azok honnan jönnek, mi a forrása. És ahogy igazi önvalónk a kezdet és a vég, ugye, az alfa és az omega, úgy félelmeink és reményeink is belőlünk származnak, abból a karmából, amit még nem láttunk át, és amit az önvalónkból, igazi énünkből származó energia tart még mindig fönt. És ez csak is a szokásainktól függ. Tehát nézd meg, hogy mi az, ami ezt az egészet teremti. Bocs, és tér vissza a teremtés elé. Mondd. Ha ez mondjuk egy ilyen negatív megérzés, a negatív megérzés még nem félelem, csak hogyha azt mondod, ja Istenem, ezt most nem. Tehát az, hogy húha, fáj a fogam, el kell mennem fogorvos. Ez egy negatív intuíció, mert tudjuk, hogy ezt nem szeretjük, de ettől elkezdünk még félni, és hát akkor az tízszer rosszabb. Hát ez mondjuk konkrétan egy emberre kivetített negatív megérzés, amit én félelemnek titulálok. Magyarul elkezdte félni valakitől? Igen, így következményektől. Az más. Embertől félni, mint alany, vagy következményektől, mint nagyon is materiálisan nyomon követhető dolgok, ez két külön történet. Munkahely? Család? Nem. Igen. Férfi az életemben. Ah, Isten! Ilyen negatív megérzéseken alapuló félelem, és nem tudom, hogy ez a megérzés, ennek higgyek, mert ez egy ilyen elővetített, az olyan, mint amikor egy sziklánál áll az ember, és hogy Isten, most férfival férfi kapcsolatos megérzés, általában, akkor higgyél benne. Tehát megkezd vizsgálni, jó? De általában a nőknek ez a szívcsakra per zsiger tájéki érzése a férfiakról, ez nagyon nagy részt helyes, sajnos. Ez így van. Egy picit meg kell nyugtatni a tudatot, a saját érzelmi reakciókat letakarítani róla, és egy összeszedett állapotban megnézni, hogy akkor most mi ez? Ezt a nagy kérdést nem csak ilyen Einegrosse transzcendente, tehát nem egy ilyen állandó, abszolút állapotban kell csak elképzelni, hanem úgy is, hogy fogod magad, és akármilyen karmikus problémára ráirányítod ennek a tudatnak a tiszta fényét, és akkor megkérdezed, hogy ez a megérzés valójában mi ez. Feltárja az okozati összefüggéseket, csak meg kell merni kérdezni. Feltárja az okozati összefüggéseket, te ezt ezen a vonalon látod, ez volt az okozója, vagy ezek voltak az okai, a negatív megérzés kialakulásának, és ez nagyrészt nem racionális lesz, ezt nem fogod tudni nagyrészt megfogalmazni, és nem is kell. Csak a kérdés fényében növekszik a negatív előérzet, vagy pedig úgy kiegyensúlyozódik, és nagyjából nullára jön ki, vagy esetleg visszafordul pozitívba, ez nem szokott lenni. De azt mondtad az előbb, hogy ez átfordítható pozitív. Átfordítható, de a puszta belátás, hogyha egyszer volt egy előzetes negatív intuíció, ez most emberi kapcsolatokban, mondjam, főleg nőknek az iszonyú érzékenységével és intuíciójával, érzelmi főleg, tehát ezt nem szabad a transzcendens nagy intuícióval összekeverni, az érzelmi fizikai intuíció a nőknek a saját feladatukból, amit elvállaltak, amikor nőknek születtek, nem más feladatról van szó, általában hiperfinom és nagyon erős és kényszerítő értékű. Ebből van a trauma is, a belátás is, meg a trauma is ebből van. Úgyhogy amikor ezt meglátod, akkor általában vissza fogja igazolni, nem mindig van így, vagy kiegyensúlyozza, vagy visszaigazolja, vagy pedig áthelyezi a hangsúlyt egy más eseményre a tükörszerű látás. Viszont a transzformáció, most arról beszélünk, hogy hogyan alakítod át azt, ami megszületett, és ez nem tetszik neked, itt kell azt meglátni, hogy
minden keletkezett energiából és körülményekből keletkezett, és ki kell vonni belőle az energiát, hogy meg kell változtatni a körülményeket. És a körülményeket általában nem lehet olyan könnyen megváltoztatni. Úgy tűnik, hogy igen, de valójában a beltartalmatlan annyira, és fogod, és kivonod belőle azt a szeretem, nem szeretem, akarom, nem akarom dolgot, és ez már a tisztánlátás pillanatában, mint lehetőség fölmerül. Még nincs kész, majd még inkább le kell választodni róla, még inkább az énséget ki kell venni belőle, még inkább vissza kell térni a gondolkodás, érzés, teremtő mechanizmusa elé, és utána pedig újra teremteni, más módon. Hallgass meg az előző valamelyik előadást, amikor a zenkörről beszéltem, ott ez szépen ki van fejtve. Úgyhogy lehetséges, de meg kell látni, hogy ez pontosan hogyan lehetséges. Az, hogy én ezt egóból elképzelem, és átgyúrom, és akarom, és stb. De a világ nem így nézne ki, hogy ezt énből meg tudtuk volna csinálni. Akkor nem egy állandó ciklusban kicsi és nagy sugárral ugye haladnánk a semmi felé. Mert ha megnézed, az emberiség ebben a változatában, ahogy mi itt, mint Homo sapiens vagyunk, ciklusokat készít magának, és ezen ciklusokban a tudati fejlődés illúzióját óhajtja ugye állandósítani, és nem. Tehát az a fejlődés, amit a társadalom ilyen ideának fogad el, az bizonyos tekintetben technológia hasonló, mutat bizonyos emelkedést, de azt tudjuk, hogy az életminősége nem attól javul, hogy egyre gyorsabb komputereink vannak, vagy egyre okosabb telefonjaink. Az életminőség nem ettől javul. Tehát, ha megnézed a nagyon nagy folyamatok, az élet és halál, a háború és béke, a jólét és szegénység, a civilizáció és káosz ugye, váltakozásait, ezek nem szűntek meg. Tehát soha olyan háborút még nem vívtunk meg, ami után csak béke lett volna. Jött mindig egy újabb háború. Soha olyan társadalmi rendszer nem volt, ami ne termelte volna ki a saját ellenanyagát, és ne bomlott volna föl, viszont ez a káosz is lehetőségként ott hordozta egy következő rendszer megépülését, meg is épült, az pedig a saját pusztulásának ismét a lehetőségét, és be is következett. Tehát ciklusokban kell látni ezt az egészet, miközben mi szépen a lineáris időben itt haladgatunk előre, a látszat linearitásban, ami a test számára iszonyatosan komoly, hiszen megszülettünk és meghalunk. De ebben a linearitásban, amit ugye itten élünk, és ebben a ciklikusságban, ahogy ismételjük a karmákat, ebben fejlődést csak úgy lehet elérni, ha erre az egészre rálátsz, leválasztódsz, megszabadulsz, és ebből az állapotból visszajössz segíteni. Ezt hívjuk bódhiszatva útnak, vagy bódhiszatva lépnek. Egyébként taposod a szőlőt szezononként, iszod a bort szezononként, veted el az újabb magot szezononként, gyakorlatilag malom, malom és malom. Egyéb kérdés? Szeretnék az eutanáziáról kérdezni, hogyha egy nagyon beteg embernek én csak az élet okán meghosszabbítom az életét, ezáltal meghosszabbítom a szenvedését, az pozitív vagy negatív másik pólusból, pedig ha egy szinten ugye ennek az embernek csak a szenvedés okán megrövidítem az életét, az pozitív vagy negatív? Tudatfüggő minden, és itt is arról van szó, hogy az a tudat, amelyik a már láthatóan halálközeli testben van, mit akar. Tehát tudni kell dönteni, és tudatos emberek jó előre döntenek, hogy ők nem akarnak lélegeztetőgéppel, nem akarnak különböző ilyen biológiailag megakadt állapotban lenni, hanem akkor menjenek, és akkor különböző módokon akár a test marad, akár szerveket adják, akár rögtön hangosztást, tehát ezt az emberek ki szokták jelölni, mert valahol félnek attól, hogy ők valahol megrekednek. És ez tudatilag igaz, tehát meg lehet rekedni egy évekig kómában lévő testben. Na, a tudat kötődik sajnos hozzá, csak nem éber, meg mondjuk van egy agyhalál. De a vegetatív rendszer az ott van, és akkor köti szépen. És olyan eset, amikor tényleg szenvedés van, mert még egy többszörös áttétes rák, és tudod, hogy 2-3 hónap múlva vége, vagy egyebek,
szigorúan tudatfüggő az, hogy ezt meg lehet tenni, vagy nem. Mert valamelyik azt mondja, hogy az utolsó percemig akarom, és harcolni, és adjátok a morfiumot, és amikor bírom, akkor nem kell, amikor nem bírom, akkor kell. Ezt kell tiszteletben tartani. Ha pedig az van, amit számos esetben hallottam, amíg éber vagy van egy éber pillanat, akkor azt mondja, hogy itt vége van, és hozzátok a papírokat, aláírom, viszlát. Tehát nincs jó és rossz ebben a helyzetben, de van a tudatnak egy akarata, és ezt az akaratot természetesen tiszteletben kell tartani, és ehhez természetesen kell egy olyan egészségügyi kultúra, amelyik ezt honorálja, és egy olyan társadalom, ami ezt elfogadja, és nem szemforgató, hamis módon megpróbálja ezt elfedezni, bármi módon az életkultuszt, vagy az életszeretetét azt képmutató módon betartatni. Viszont a másik része az, hogy nem nyitnak olyan gyárakat, ahol az orvosok, vagy orvosoknak mondott emberkék azon nyomban aláírják azt, ami még nem is történt meg, és akik gyorsan daráljuk le a történetet. Tehát ezt nagyon kegyetlenül és nagyon együttérzően lehet használni ezt a rendszert, és mindig az adott tudat akarata döntsön, hogy benne marad a testben, és végigcsinálja az úgynevezett természetes halálig, hogyha van ilyen definíció, vagy pedig azt mondja, hogy megyek, és ezt a szándékot visszaigazolja az orvos, a kórház az adott ugye, társadalmi, legalábbis limitált egyetértés, és akkor menjen. Tehát volt egy nagyon komoly, ugye, 90-es évekbeli párbeszédem egy amerikai ember, aki rendkívül jó indulatú ember volt, és egy három fiú gyermekes családnak volt ő a legidősebb fia. És az apjuk rákban halt meg, és Amerikában egy olyan államban éltek, ahol az eutanázia az lehetséges volt. És amikor az öreg egy picit úgy jobban volt, akkor persze ott voltak a fiúk, és tudták, hogy egy-két nap, egy-két hét, nem tudni mennyi van hátra, de visszahozhatatlan, operálhatatlan, se kell most, se semmi. És ott voltak nőtagok is, férfi tagok is a családban, és azt mondta az öreg, hogy menni akarok. És erre mindenki szólt, nem apám, szeretünk, maradj velünk, itt vagyunk, ápolunk, légy velünk, stb. És ezt ők nagyon őszintén mondták, mert nagyon szerették az öreget. Az öreg így az utolsó elé így ránézett a fiára, és csak a kezében itt intett, hogy és a fia oda ment, mert az öreg alig tud rendesen beszélni, és így az utolsó elején még azt így ilyen kérgesen oda suttogta a fülébe, hogy if you love me, pull me out. Ha szeretsz, akkor húzd ki a zsinót. És akkor papír aláírták, és akkor lekapcsolták erről a gépezetről, ami éppen ebben a fájdalomcsillapított egyéb állapotban tartotta, akkor már tüdő probléma is volt, stb. Lélegezni, stb. És viszlát. Tehát egy hozzátartozó, hogy nem hajlandó elengedni, hogy valaki tényleg nagyon beteg, és mert tényleg nem kíván semmi, csak azt, hogy már vége legyen ennek a fájdalomnak, és ha ennek nem tesz eleget, ennek a kívánságnak, az pont ugyanolyan rossz, mint ha a tudatot nem engedi el. Ezért mondtam, hogy kell egy olyan konszenzus az egészségügyi kultúra és a társadalom átlagos kulturáltsága szempontjából, hogy nem ragaszkodunk feleslegesen ahhoz, amihez már egyébként se tudnánk. És ez nagyon fontos. És ez nem egy rokoni cserépszavazáson kell, hogy múljon. Egyéb kérdés? Mond. Az agykontrollról mi a véleménye? Az egy ilyen modern gyakorlat, amit így a nyugaton használnak, főleg a meditáció helyett, vagy egyáltalán azt hogy lehet definiálni, vagy ez segít valamit? Da Silva, da Körte, da Alva. Nem csináltam, nincs róla véleményem. Ki kell próbálni, hogyha valakit érdekel, és ha valakit nem érdekel, azt ne próbálja ki. Én azt mondom, amit így olvastam róla, mert mondom, nem gyakoroltam ezt semmilyen körben, nekem nem úgy tűnt, hogy ez a megszabadulás elérésére irányuló ösvény, és ezért nem foglalkoztam vele. Egyéb kérdés? Mondjad!
Idefele gondolkoztam, hogy a buszon is, hogy rengeteg negatív energia lesz körül, nem csak így idegenekkel, hanem a barátaim között is, és hogy ezeket kizárjam, vagy próbáljam hasznosítani. Hogyan tudnád kizárni? Ez mondjuk érdekelne. Ez egy kérdés. Hát még a buszon még ki tudom. Hogyan? Mert ott nem tudom. Befogod az orrodat a hányásszaktól? Jó, nem ilyen. Nem ilyenre, hanem úgy az emberekből, tehát rohanás, nem foglalkozunk a másikkal, fölöklük a másikat, ezek a negatív energiák jönnek mindenhonnan. Hát ezt jó helyezkedéssel úgy tudod elkerülni, hogy alkalmazkodsz, tehát nem állsz a lögdösödő kutyában, de te szerintem nem erre gondoltál. Arra gondoltál, ami az emberekből úgy jön. Azok a feldolgozatlan gondolatok, amelyek ön és közveszélyesek, tehát hogyha azt megjelenítenék képen, hát az összes hollywoodi rendező nem tudna olyan filmet rendezni, amit egy busznyi ember itt a Budapesten oda tudna vetíteni az aszfaltra, és hát az azért kőkemény. Na szóval az a helyzet, ezt csak úgy tudod, hogy ebből a folyamból te félreállsz, vagy pedig fölé kerülsz. És ezt hívjuk gondolkodást meghaladó tudatnak, a nem ragaszkodó tudatnak, a tükröző és nem azonosuló tudatnak. És innentől kezdve ez az egész áthalad rajtad, mert az üres térnek nincs tartalma, az üres teret nem lehet megsérteni, és ehhez kell az a gyakorlat, ami pontosan itt és most mit látsz, mit hallasz, mit gondolsz, mit érzel, és a tudat tárgyával a tudat nem azonos. A tükör nem azonos az elé kerülő arccal, de tökéletesen tükrözi. Ha valaki viszont bekeni rúzzsal, akkor a tükörnek a rúzsos pontja csak rúzst mutat. Ezért kell vigyázni. Tiszta tükör, bármi elé kerülhet, de bármi hozzáragad, az gond. Okay? De tehát, mondjuk körülvesznek ők ezen a negatív energiák, én ki tudom magam vonni belőle. Mondjuk van hosszú évek alatt, hogy én megtanultam azt, hogy az emberektől a problémám folyamán, de mondjuk a barátaimnál ezt mondjuk nem tudom. Még az idegeneknél ott nem érdekel. Ezt a magad házatáján sikeresen el tudod végezni, akkor egyrészt gratulálok, mert ez egy nagyon kemény munka. Ez egy olyan tudati magatartás kell, hogy ne daráljon be. Ne daráljon be. És ne pont a legjobb minőségeidet vegyél. Ez a történet. Úgyhogy ez kell az a meditációs gyakorlat, ami az én életemben, mint zen meditáció működik, és nagyon sok más ember életében is. És enélkül én nem látom lehetségesnek a tudat minőségét akár fejleszteni, akár megtartani egy adott tisztasági fokon, vagy szabadsági fokon, ami ugyanaz. Mert lehúz. Beszennyez, lehúz, elkedvetlenít, boldogtalanít. Úgyhogy illetve azt mondod, hogy borzalom, és nem is tudod, hogy mitől. Épp aznap nem bántott senki, csak elért egy kritikus küszöböt a benned lévő feldolgozatlan, ugye, halom, a karma komposztja. Nem. Úgyhogy úgy tudod magad mentesíteni, hogy leválasztod róla, tisztán látod és nem azonosulsz vele. Ezt hívjuk éntelenítésnek, vagy a dualisztikus energiák megszüntetésének. Jó? Na miért van az, hogy az idegenekkel megy az ismerősökkel, meg nem, vagy a barátokkal meg? Mert az idegeneket nem ismered, az ismerősöket megismered. Az ismerősökhöz kötődsz gondolatilag és érzelmileg, az idegenekhez nem. Mint a darab fa vagy egy darab aszfaltot jöhet-mehet. Nagyjából ez van. És pontosan az ismerősökkel nem a kapcsolatot kell felszámolni, hanem pontosan olyasféle minőséget kell kialakítani, ami azt a kapcsolatot szenvedéstől mentesen vagy mentesebben tudja működtetni. Magyarul elvárások, előfeltételezések, birtoklás, ítéletalkotás és egyebek nélkül. Ez a 4-5 szó, amit most elmondtam, ez nagyjából a kapcsolatok nagy részét áthatja. Csak egyszer akkora csattanás van. Én számítottam rá, de én ezt nem így gondoltam. Tehát értjük a problémát. Tehát ha ragaszkodsz, és azonosulsz, és elhiszel, és belül fantazmagóriákban, vagy egyebekben gondolkodsz, akkor a kapcsolatok nem működnek rendesen, és az előfeltevések, elvárások, birtoklás, stb. Ez tragikus.
és családon belül. Tehát a családon belüli erőszak az nem ott kezdődik, hogy apuka vette a sörösüveget és hozzávágta a falhoz, vagy anyuka a leveses tálat hozzávágta a padlóra. Nem itt kezdődik. A családon belüli erőszak az mentálisan kezdődik. Mentálisan már nem tudja tolerálni. Érzelmileg már oda akarja vágni. Tehát azt a fajta belső erőszakot, ami a saját nemlátásunkból, dühünkből, vágyunkból, frusztrációból, ilyesmiből fakad, ez az, amit belül meg kéne látni, és szépen le kéne vetni, és akkor a kapcsolati problémák is nagy részt kezdenének eltűnni. Tehát az, amit te beleteszel abba a kapcsolatba, mi az, amit egy busznyi emberbe te jelenléttel beteszel? Nagyon nem mindegy, mert az a busznyi ember úgy fog hozzád viszonyulni. Undorító mocskos panda, nem is akarok itt lenni. Hagyjatok engem békén, biztos, hogy oda jönnek valahova pillanatok alatt. Szevasztok srácok, menjünk együtt az oktogoni! Ezt így belőző, és így és akkor egész más kinetika fog kialakulni. Ha pedig természetesen felszállsz, és nem történik semmi, akkor már nem történik semmi. Amilyen tudattal belépsz egy térbe, az úgy fog visszareagálni rád, akárki és akármi van a térben. Jó? Ne. További kérdés bárkitől? Bármilyen. Egy és még egy. Látod, milyen a forgalom? Úgyhogy ott kell lenni, top van nagyon. Mond. Ugye mi van, vagy mi van kérdés, ez fontosabb, mint a miért. Igen. Amikor én úgy látom, hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi van, az fontos tudni a miértet is, mert mi van, egy változó valami. Tehát ugyanúgy, ahogy most beszéltél egy állapotról, hogy valaki ugye agresszív lesz családi agresszió kapcsán, annak van valamilyen gyökere. Tehát, hogy azt fontos általában megvizsgálni, és ahhoz kell a miért. De tudjuk, hogy most mi van. Nagyon jó indulatú és racionális a gondolkodásod, de én azt láttam, és ezt nem kell elhinni és így elvinni magaddal, hogy az emberek alapvetően a tényekkel nincsenek tisztában. Marhára keresik az okokat, iszonyatosan ilyen többféle permutációban szeretnék az okok mátricát fölfedni, és ez olyan, mint amikor a majom így rohangál a fán jobbra-balra, és megnézi, hogy hol ágazik el, merre megy, stb., és közben kiesik a kókuszdió kezéből. Tehát a tényeket nem látjuk elsősorban, és hogyha a tényeket megláttuk, akkor az összefüggéseket is megláthatjuk, de nehogy már az összefüggések tényleg fluid, ugye, mátrixában elveszítsük a tényeket magukat, és a tények is ugye komponensekből állnak, és ez nagyon szép, nagyon jó, de a hétköznapi életben, ami szilárdnak látszik, az szilárd, ami folyékonynak látszik, az folyékony, tehát nem kell lemennünk a kvantumkáosz és flexibilis realitás szintjére ahhoz, hogy a problémáinkat itt a mindennapi életben megoldjuk. Tényeket kell látni, és a tények birtokában okozatokat. És legfontosabb azt a tudati irányt fölvenni, hogy milyen irányba szeretném megoldani az egészet. És bizonyos tényállás nem látszik problémának az egyik szögből, kis problémának látszik egy másik szögből, és hatalmas problémának látszik egy harmadik szögből. Mindig a tégla hasonlatot szoktam hozni. Van egy tégla az utcán. Ez jó vagy rossz? Kellemes vagy kellemetlen? Hasznos vagy haszontalan? Veszélyes vagy veszélytelen? Nézd meg, ha az a tégla úgy van ott az utcán, hogy egy teherhordó falból esett ki, az lehet, hogy baj. Ha az a tégla úgy van az utcán, hogy egy teherautóról, ami építőanyagot szállított, úgy esett le, akkor az lehet, hogy valakinek szerencsés, mert fölveszi és elviszi valahova beépíteni. Ha az a tégla úgy esett le, hogy a tetőről és majdnem nagyon vágott valakit, nagyon-nagyon veszélyes. Ha az úgy van ott, hogy egy törött csatorna nyílást fed be, akkor az veszélyt elhárít. Tehát ez a dolgok üresség természetének a deklarálására, vagy tanítására alkalmas,
hogy önmagukban a dolgok nem jók vagy rosszak, hanem az ilyenség, a tégla, az pont csak tégla. Nem jó, és nem csak a téglasságát kell megértenünk, hogy helyesen fel tudjuk használni. Ez nagyon fontos is. Amikor a tényeket beláttuk, hogy ez a tény ez itt van, akkor nem fogunk elveszni az okozatiságban. Tehát a Buddha tanította azt, hogy amikor látsz egy nyíltól sebzett embert, akkor fontos az, hogy azt a nyilat honnan lőtték ki, milyen nemzetiségű, férfi vagy nő, fekete volt, tollas volt. Nem. Az a fontos, hogy megláttad, hogy az ott van, és ki is húzod, és be is kötözöd a sebet. Tehát azért kell a tényeket először rögzíteni, mert a tények bizonyosságában lehet csak az okozatokat utána tovább látni. De ha nem tudom, miről van szó, akkor az okát és a következményét sem tudom fölfedni. Jó így? Mondd. Nagyon mosolyogsz. Nekem csak erről eszembe jutott egy vicces történet, ezt gyorsan elmondod, hogy Amerikában... Bocs, ha van kérdés a végén, akkor mondd el. Ha nincs kérdés a végén, akkor nem tartozik ide. Bennem is kérdés. Igen. Hogy egy Amerikában történt, azt hiszem, hogy egy rendőr egy ilyen hegy magaslatánál megállt a kocsijával, mert úgy látta, hogy ott fent a hegy magaslatában ott egy ilyen kocsifény látszik, és arra gondolt, hogy valaki eltévedt, vagy valami segítségre szorul, és hát kihívta a rendőrkapitányságról a többieket. Aztán később derült ki, aztán, hogy amit ő kocsi fénynek látott, az valójában a holdnak a fénye volt, és igazából pehére igazából saját kínos helyzetet teremtett az által magának és a többieknek is. Igazából az a kérdésem, hogy tényeket azt lehet így is látni, meg úgy is látni. Egyik nap úgy kellett fel, hogy látom a tényt, a másik nap meg úgy kellett fel, hogy amúgy látom a tényt. Vagy ez csak egy ilyen felszínes látásmód? Az. Tehát magában a kérdésben, hogyha megnézed, van egy hatalmas nagy lék. Ő nem a holdat látta, tehát nem a holdat interpretálta így vagy úgy, ő a hold helyett látott valami mást. Ez két külön történet. Illúziót látott valóság helyett. A hold fényéről hitte azt a történetet szerint, hogy ez egy bajba jutott autónak a fénye. Nem ugyanarról beszélünk. Arról van szó, hogy van egy autó a hegyen. Nem a hold. Van egy autó a hegyen, és az az autó ott van a szakadék szélén, és ott vannak a lámpái szépen. Mi történik? Nem tudjuk, hogy mi történik. Lehet, hogy van benne egy szerelmes pár, lehet, hogy drog, lehet, hogy éppen a csomagtartóból egy szétlőtt embernek a tetejét óhatják ledobni. Most hány filmet láttál? Tehát az adott valóságot először tényként és nem illúzióként kell látni, és utána beszéltünk arról, hogy ezt milyen szögből hogyan lássuk. De a te történetedben nem ez volt. Oké? Mocorgott? Nem mocorgott. Viszont Anna Mariana volt még egy, így van? Igen, egy kérdés, hogy meditációval eljutni olyan szintre, hogy egy nagy kérdésről világosan gondolkodjak, vagy eljutni egy olyan szintre, hogy egyszerűen semmilyen gondolat nem élik meg a fejembe, ez ugyanolyan jó, vagy rangsorolható, vagy teljesen más irányú meditáció. Ha nagy kérdés, akkor nem gondolkodsz. Ha nagy kérdés, akkor megmaradsz a kérdésben. Minél kisebb a kérdés, annál többet gondolkodsz rajta. Minél nagyobb a kérdés, annál mentesebb a gondolkodástól. És nem jó vagy rossz a nagy és a kis kérdés. Néha iszletesen körbe kell járni, hogy holnap mit fogsz csinálni, és mondjuk a társaságot melyik étterembe viszed el. És ez rengeteg gondolkodást igényel, hogy a különböző lehetőséget összehasonlítsd, és súlyozd, és átlagold, és költség, és kaja, és közlekedés, és stb. Ez egy iszletesen kis kérdés ahhoz képest, hogy mi vagyok. És ezen a kis kérdés, rengeteget kell gondolkodni, rendben. Minél többet kell, és minél inkább ordít, annál kisebb. De ez az embernél is így van, ha megfigyel. Bejön valaki, és nagyon ott van, de nem szól egy árva szót sem. Előbb-utóbb a figyelem rá fog irányulni, mint arra, aki kis ugri-bugri be, és első nanoszekundumtól kezdve a szavaival, a mondataival, ezzel a trécsel, és tele szórja a teret,
adsz neki 5, maximum 10 perc, és mindenki már fáradt tőle. Jó, tehát tényleg ez belül és kívül ugyanolyan módon működik, és nem jó vagy rossz a kis és nagy kérdés, de egyszer ezzel kell foglalkozni, másszor meg amazzal. És el kell fogadni, hogy az egyiket gondolkodással oldod meg, a másikra a választ, már amennyire a válasz az ugye tapasztalható, vagy a tapasztalat válaszként értékelhető inkább, azt pedig gondolat nélkül tudod megoldani. Nagyon jók vagyunk. Utolsó két kérdés, kérem szépen. Ha van, legyen, mondd. Volt az a 16 téma, amiről a Buddha nem nyilatkozott, illetve azt is megmondta, hogy miért nem. És amikor buddhistákat ugye kritizálni szokták, akkor az egyik sláger téma szokott az lenni, hogy hát az Isten képpel mi a helyzet, és Buddha úgy tudom, hogy tudatosan nem nyilatkozott erről. De azt pontosan nem tudom, hogy ezt hogyan részletezte, hogy miért ne foglalkozzanak ezzel. Annyit tudok, hogy általában ez a legnépszerűbb téma, amin az emberek egymás nyakának esnek. És gondolom ezen kívül is volt azért még valami magyarázat, és ezt szeretném egy kicsit mélyebben megérteni. Tehát 16 megválaszolatlan kérdés volt, de emlékezetem szerint ez nagyjából 3 téma köré összpontosult, és így permutálódott az igen, nem lehet, létezik, nem létezik variációkba. Az első nagy témakör az a világegyetemről szólt. A világegyetem az véges vagy végtelen, valójában keletkezett-e vagy nem keletkezett, de csak úgy látjuk. Tehát erről az egészről, amikor kérdezték a világegyetemről, mint objektivált létről, amit most látunk itt, bolygók, meg rendszerek, meg csillagok, meg akármi. Erről így egy darab metafizikai kérdés nem válaszolt meg. És ez volt azt hiszem 4 legalább. A végtelen vagy véges, keletkezett vagy nem keletkezett, valami ilyesmi, Wikipédián ott van. A következő téma az pedig az emberről szólt. Tehát az emberi inkarnációkról, hogy volt-e első, lesz-e utolsó, valójában mik vagyunk, tökéletesek, tökéletlenek, buddhák, nem buddhák. Tehát ez így egzisztenciális kérdésekre vonatkozott, és ez is abszolút csend. A másik pedig az istenségekről. És az, hogy léteznek-e önmagukban, vagy nem, tudatunktól függenek-e, vagy sem. Az egy istenre nem kérdezték, azt nem tették föl, mert ugye a hinduizmus a mai napig politeisztikus ugye világban él, és erre sem, tehát az istenek valóságáról, valótlanságáról, keletkezéséről, megszűnéséről, erre sem válaszolt. Tehát csenddel válaszolt, ami hát a gondolatéhes publikumnak szerintem már akkor se tetszett, de később úgy köszönülték rajta magukat, hogy azért ez talán így mégse. És tudom, hogy semmi szükség arra, hogy én ezt nyilvánosan megköszönjem egy 2500 évvel ezelőtti tanítónak, de én most megköszönöm a Buddhának, hogy ezt ő így nyilatkoztatta ki. És erre, ezekre a kérdésekre csenddel válaszolt. Aztán betették az indoklást mögé, Ananda kérdezte ezt meg, hogy hát akkor ez magasztos, miért volt így, és azzal válaszolt a Buddha, hogy Ananda, látod azt a sok-sok levelet, amit az erdőben a fák között van? Szóval láttam. Azt mondja, ez a tapasztalatom. És akkor a Buddha fölvette egy marék levelet, és megkérdezte, látod ezt a levelet a kezemben, Ananda? Azt mondja, látom. Ez az, amit tanítok ebből a tapasztalatból. És megkérdezte Ananda, hogy miért? Azt mondja Ananda, azért, mert ez az a tapasztalásból, ami a szenvedés meglátásához, a szenvedés okának meglátásához, a megszüntetéséhez és a megszüntetés útjához vezet. Snit. Megvoltak a válaszok, de ha ő ezt megvilágosodatlan tömegeknek szépen kinyilatkoztatja, az újjel viszi őket a csalitba, mint ahogy egyébként el is vitte más oldalról,
más tanítók vagy irányzatok oldaláról. Gyakorlatilag belevitte őket egy végtelen ciklusba. És a saját vágyuk és dűk és téves nézeteik mezeinek használták fel ezeket a vélt vagy valós válaszokat arról, hogy az istenség, az univerzum, az ember vagy az istenségek, egy nem látható világ most így létezik, vagy úgy létezik, keletkezett vagy megszűnt, jó vagy rossz, tehát ilyenek. Tehát ez a dualizmusban visszahozta volna az egészet nagyon keményen, és a Buddha csenddel, hallgatással válaszolt azokra, amiket nem kell tudnod, vagy a tudása inkább félrevisz, semmit az úton tart. És ez gyönyörű, mondván, mondom ezt most, de amikor kezdtem, engem is irritált. Miért nem? Hát tudta, nem? Hát meg volt világosodva, nem? Tehát az ember irritálódik, mint nagyon kíváncsi és tudáséhes ember, aztán szép fokozatosan rájön, hogy nem a tudásról szól a történet, hanem arról, ami tud. Arról, ami teremt. Nem a teremtmények különböző magyarázatáról, legyen az anyagi, szellemi vagy a kettő együtt. Nem ilyen vagy olyan látásmódról, hanem arról, ami lát. Arról, ami az egésznek a lényege. Ez pedig nem fogható szóban, nem magyarázható el, de tapasztalható. És ezen tapasztalás az, amit szívből kívánok mindenkinek, amelyen magam is dolgozom, amelynek az elmélyítését és tanítását tűzöm ki célul, és pontosan azért, hogy egy olyan világban éljünk, ahol a szenvedés felhasználható a felébredésre, ahol nem hiába való, ahol meglátható a szenvedés ténye, oka, megszüntetése és a megszüntetés útja. Én megköszönöm a mindenkinek a jelenlétet, azt, hogy eljöttetek, és hogy most ezzel az együttléttel is egy közös erőfeszítést tettünk afelé, hogy ez a világ egy élhetőbb, a megvilágosodást inkább szem előtt tartó világ legyen. Köszönöm szépen!